Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok velem. Ebben a videóban megmutatom nektek, hogy hogy kezelem a kezeimet. Azt tudnotok kell rólam, hogy nagyon könnyen szárad a kezem. Világéletemben, amióta önálló háztartást vezetek gyakorlatilag, és többet turkálok a vízben, a takarítások, a mosogatások, a mosások alkalmával, mindig kentem valamilyen krémmel a kezemet. Ma sincs ez másképpen, annyiban módosult a dolog, hogy most már figyelek arra, hogy hogyan kezelem, és milyen anyagokkal, milyen vegyszereket engedek a kezem közelébe. Amióta törekszem a hulladékmentes életmódra, azóta a kézkrémem is változott. Már nem veszem meg azokat a boltban kapható műanyag flakonos kézkrémeket, amiket korábban rendszeresen vásároltam. Most ki fogok próbálni egy új krémet, ami Sejem Balzsam névre hallgat, és kimondottan a száraz bőr, kéz és láb ápolására szolgál elsősorban. De mielőtt ezt a krémet kipróbálom, mindenképpen rendbe kell tenni a körmeimet és a kezemet. Megmutatom közelről, hogy milyen is a kezem, hogy lássátok, hogy miért fontos nálam a bőrápolása, a kéz speciális ápolása. Nagyon-nagyon száraz. Ma még nem kentem be, viszont mosogattam. Otthoni körülmények között teljesen hulladékmentesen nagyon-nagyon könnyű rendbe rakni a körmünket, még hogyha ilyen is a kezünk, mint az enyém. Egy időre be kell áztatni vízben, ez lehet olajos is ez a víz, én most teljesen tiszta vízbe áztatom a körmeimet, muszáj egy picit felpuhítani a bőrömet. Amikor ez megtörtént, akkor a sok-sok éves manikűr készletemet előveszem. Látjátok, ebben semmilyen eldobható eszköz nincsen. Ezt az üveg körömreszelőt használom. Picit leöblítem a kezemet, hogy a portól megszabadítsam. És tulajdonképpen készen is vagyok. Most már nincs más hátra, mint hogy krémmel megápoljam a kezemet. Ennek az első lépése mindig egy olaj, amivel kimondottan a körömágyamat, a körmömet szoktam bekenni. Ez bármilyen olaj lehet. Jelen esetben ez egy teljesen szimpla olívaolaj. Ehhez sem használok eldobható kis kendőket, hanem kis textil arctisztító kendőket használom erre a célra is, ugyanúgy ki lehet most, mint. Régen nagyon sokat lakkoztam, nagyon sokfajta szivárvány minden színében volt lakkom itthon, de ahogy az életmódunk változott, úgy változott meg ez is, hogyha mindenáron lakkot szeretnétek használni, akkor a Boho márkát ajánlom, mert megfizethető áron van, szép színei vannak, a csomagolása papír, tehát teljesen környezetbarát, és teljesen természetes anyagokból áll. Miután bekentem olajjal, tulajdonképpen már szép is a körmöm, viszont a kéz szárazságom ellen még mindig tennem kell, vagy használom a testápolómat, amit eddig megszoktam, de most kipróbálom a Sejem balzsamot. Ez sejemfűmézből készül. Nagyon kíváncsi vagyok rá, ezt kaptam ajándékba, és hát izgatottan várom, hogy hogy teljesít az én nagyon-nagyon száraz bőrömön. Fém dobozban van, ami nagyon jó, hiszen nem tartalmaz semmilyen műanyagot. Teljesen természetes anyagból van, teljesen természetes anyag az összetétele. Azt azért tudni kell róla, hogy méz az alapja, tehát a vegánoknak ez nem megoldás. Nagyon-nagyon finom méz illata van. Én egyébként is szeretem a mézet, az illatát meg még inkább. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon klassz kis krém lesz, bár sokkal zsírosabb hatása van, mint egy megszokott testápolónak, azonban az olyan nagyon erősen igénybe vett és nagyon száradásra hajlamos bőrnek,
mint ami az enyém is, a kezemet tekintve, meg a lábamat tekintve, ez kimondottan hatékony tud lenni. Ennyi lenne mára, most egy picit pihenek én is, folytatom az én időmet egy teázással, befejezem végre a teámat. Ha tetszett, akkor megköszönöm, hogyha megosztjátok, ha nyomtok egy lájkot, bármilyen kérdésetek van, lent a kommentben feltehetitek, igyekszem minél hamarabb válaszolni. Ráadásul, hogyha még a harangot is bekapcsoljátok, itt fönt azt hiszem, akkor a következő videóimról is megkapjátok az értesítéseket, és így nem fogtok lemaradni róla. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, nem sokára találkozunk egy újabb videóval, ahol megmutatom, hogy hogyan élünk mi hulladék nélkül. Sziasztok!